Jó, jó napot kívánok, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek újra. Múltkor a bevezető ember kiállításán beszélgettünk, most meg a bevezető ember feleségének kiállításán beszélgetünk. Nem tudom. Mi az, hogy 33 év? Hát... 33 van kiírva lent, nem? Igen, annyi. 33, akkor nem 35, hát 33. Ez a kiállítás címe. Igen, mert 90-es a legkorábbi kép, és 23-as a legutolsó. Ja, ennyi? Igen. Ezt sikerült kitalálnom. Ja, tehát ha más képeket raksz ki, akkor 29 lett volna a címe? Igen. Melyik a 33? Nem, de ezt én direkt akartam, hogy a 33 az olyan jó. Mert mi a jó benne? Hát, hogy 2-3-as, meg... Melyik a 33 évvel ezelőtti kép? Az, ami ott van pont. A nagy? A nagy, igen. Aha. Az volt Kányszürmerben, és ott arra kaptam annó egy díjat. Milyen díjat kaptál? A zsűri külön díját. Szoktál kapni díjakat? Ritkán. Igen. Érdekes, hogy akkor ez egy válogatás, mondhatni ez abszolút. Azt. Pár évvel ezelőtt, lehet, hogy ez a Covid-el összefüggésben volt, nem emlékszem pontosan, vagy lehet, hogy a Covid előtt volt, de hogy eltűntek a terek, eltűntek az üres kádak, eltűntek az üres medencék, eltűntek a lépcsők, és ilyen mindenféle alakok lettek. Nem azt mondom, hogy emberek, mert azért nagyjából vagy arctalanok voltak, vagy maszkban voltak, vagy vívó maszkban voltak. Tehát, hogy egyáltalán nem személyiségeket láttam, hanem alakokat láttam a képeken, és akkor meg eltűntek ezek a nagyon vojnicsos motívumok. Ehhez képest most ebből a korszakból egyetlen egy kép sincs itt. Nincs, mert nem lehetett ezt a kettőt összeegyeztetni egy kiállításon. Tehát ez először is, ugye engem itt, Révkomáromban nem ismernek. Tehát azt gondoltam, hogy ha itt csinálok egy kiállítást, akkor egy keresztmetszetet kell adnom a saját magamról, hogy én mit csinálok. Azért kérdezem, hogy hol vannak az alakok? Mert azok nem lehet összehozni a két anyagot. Na, de hogy utána valóban lettek figurális képek. A lányom ezt úgy mondta, hogy mama, eddig tereket festettél figura nélkül, most figurákat festesz tér nélkül. Így van valóban, tehát azok a figurális képek valóban ilyen teljesen semleges háttér előtt vannak. Tehát alakok. Ott alakok. Alakok, és ott nincs tér. És aztán kimaradt hosszú idő, mert hogy ugye volt a Covid, meg a Miklós sokat volt beteg, meg lettek unokáim, meg minden, tehát úgy kimaradt egy hosszabb idő a munkáimból, és akkor utána baromi nehéz volt elkezdeni újra valamit csinálni, és akkor lettek ezek a kicsik, ami a legutolsó idők, és akkor valahogy visszajött ez a kád, meg medence, meg ilyen... És hova lettek az alakok? Azok otthon vannak, jól vannak, köszönöm szépen. Nem a képekre gondolok, a képekről hova lettek az alakok. Meg miért jöttek azok az alakok? Mert akkor ez 15-16-17 táján születtek, és akkor gyakorlatilag minden nap jött velem szembe ez a... Nem tudom, mindenki emlékszik-e rá, hogy akkor voltak ezek a rettenetes terrortámadások, járványok, nem itt eszembe, melyik volt az a járvány, ami egy ilyen rettenetes szörnyű. Igen, Ebola és társai. És akkor megjelentek ezek a fehér ruhás figurák, ugye, hogy ilyen beöltözött, iszonyú szakszerűen működő, tehát az embertelen... egészségügyi dolgozók, a járványkezelők. A járványkezelők, akik egyébként akkor kerültek bele a mi vizuális mezőnkbe. Moment. Aki nagyjából követi a te művészetetet, vagy szerintem megnéz 3-4 képet, és ha elég szabad a lelke, vagy nem abból a megközelítésből néz rá egy kortárs képre, hogy én ezt nem nézem, mert nem értem, az pontosan érzékeli a világnak a mienségét. Tehát, hogy nem csak a hangulatában, nem csak
depressziójában, zűrzavarában, hanem pontosan éppen azért, mert a terekből eltűnnek az alakok, vagy nem voltak alakok. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy a világ történései te alakok nélkül is nagyon pontosan tudtad közvetíteni. Sőt, igazán ez volt a te nagyon erős jellemződ, vagy ez volt az, amiért téged mindig mindenki kiemelt. Igen. És ehhez képest most azt mondod, hogy a világ változásait te alakokkal közvetítetted, miközben előtte is nagyon pontosan szeizmográf-szerűen reagáltál a külvilágra, vagy a történésre, a terekkel, és igen, akkor egyszer csak bejöttek az alakok. Igen, de a terek is csupa ember által létrehozott építmények. Ez most terek. Nagyon jó válasz, de én nem erre gondoltam. Jó, akkor én most arra gondoltam, amit kérdeztem, igen. Tehát én azt kérdezem, hogy az az alkotói metódus, igen, hogy a világra én terekkel reagálok, az egyszer csak miért fordul ki önmagából, és mondja azt, hogy a világra nekem most alakokkal kell reagálni. Mi változott a világban, vagy benned mi változott, ami ekkora változást csinál a te nagyon fontos és alapalkotói attitűdödben? Hát ez baromi nehéz kérdés. Ja, hajrá! Hát egyrészt én is változom, másrészt a behatásaim azok folyamatosan változnak, tehát hogy de nem tudom megmagyarázni, Egyszerűen azt éreztem, hogy nekem azt kell megfestenem. De hogy ez miért, hát ez baromi nem. De ne arra, hogy nem tűnt fel, hogy nem lépcsőket festesz, hanem embereket? De föltűnt, hát direkt. De azt csak észrevetted. Hát abszolút, persze, de... Ezt nem lehet megmagyarázni. Oké, jó, akkor ne magyaráznak. Akkor mondd el azt, amikor először lépcső helyett kardozókat festettél. Hogy mit gondoltál, vagy milyen érzet volt, vagy mi történt veled? Ki nem estél kétség, vagy bassza meg, hova lett a voly nincs? Nem. Azt gondoltam, hogy elég hosszú ideig csináltam, szóval még 60 ugyanilyet tudnék csinálni, de ennek semmi értelme. Tehát azt gondoltam, egyébként már korábban is csináltam azt, hogy amikor már önmagamat kezdtem unni, akkor elkezdtem változtatni valamit. Vagy azt, hogy anyagában változtattam meg, vagy azt, hogy... Jó, de ez a nagyon erős jellemző, hogy nincs alak a képen, ez nem változott. Nem zrikállak, kérdezek. Értem én. Mindent nem tudok elmagyarázni. Oké, és akkor miért jöttek vissza a medencék? Hát az nagyon egyszerű, mert mondom, nem volt kép, elővetted a régi cuccokat és kijavítottad? Szó szerint. Aha, jó van. Tehát amikor azt tudtam, hogy akarok megint dolgozni, mert most már megint tudok, van rá módom, időm, stb. Módod vagy időd? Mindkettő. És szándékom, vagy akaratom, vagy nem tudom, tehát igényem. Akkor nem tudtam, hol elkezdeni. És akkor elkezdtem ilyen régebbi melókat előkotorni, és azokat átfesteni, megjavítani, és aztán valahogy így ebből jó, lettem. Azokról még beszélünk. Jó. Szerinted egy férfi nemű festő, igen, hogyha annak az a Covid-ban létezik, annak unokái születnek, annak ilyen módon megváltozik a családi élete, és átmegy nagypapa üzemmódba, az is abba hagyja a festést évekre? Nem. Nem, de én, hogy mondjam, erre tudok egy példát mondani, amikor a Vaszkó Erzsébet abba hagyta a festést, és akkor megkérdeztük, hogy miért hagyta abba. És kiderült, hogy neki egy beteget kellett ápolni a hosszú éveken keresztül. És akkor mindenki azt mondta, hogy na, de hát azért miért hagyja abba? Hát megfosztja a világot attól, amit ő egyébként csinálna. És azt mondta, édes kis csillagom. Tehát vannak fontossági sorrendek. Oké. És a férfi festőknél? Hát azok ilyenek. Ne tapsoljanak, ez szexizmus.
tényleg. Figyelj ide! Most akkor mondok egy mondatot, hogy ha ott van az a társad, aki hosszú évek óta együtt élsz vele, és rohadtul beteg, akkor nincs neked se agyad, se semmi arra, hogy elkezd dolgozni, meg nem is tudsz, mert ápolnod kell. Oké, a társad, aki valóban nagyon hosszan, nagyon betegeskedett, ha egy picit jobban volt. Akkor dolgoztam. Akkor ment festeni. Vittem. Vitted? Vittem. Tehát akkor is szolgálatban voltam. Oda vittem, leraktam. Ez a női áldozat? Nem. Ez szerintem egy természetes dolog. Jó, azért beszélek erről, mert ugye a manapság a képzőművészetben, hogy egy nagyon jó nevű galériás barátomat idézzem, beszéltünk valakiről, aki pekhér, egy férfi képzőművész volt, és éppen készült ez a galériás barátom Párizsba a pári fotóra, és ez egy nagyon erős fotóanyag, amit ez a férfi fotóművész készített, 60-as, 70-es évek, tehát nagyon menő, nagyon trendy, Hajas Tiborról van szó, ja. Tehát nincs kérdőjel az ügyben, hogy az ő művészete milyen minőségű, azt mondta, hogy sajnos nem tudom kivinni Párizsba, bárcsak nő lenne. Magyarul azért kezdtem el erről beszélni, és egyáltalán nem pozitív vagy negatív felhanggal, hogy manapság az, hogy női képzőművészet, vagy női művészet, az nagyon-nagyon erősen előtérbe van téve, nyomva, csinálva. Igen. Miközben direkt nem kérdezem meg azt, hogy szerinted van-e olyan női képzőművészet, nincs. Mert nincs, igen, képzőművészet van. De ugyanakkor meg, hogyha most a másik oldalát nézzük, az, hogy nem festek azért, mert a társamat ápolom, mert unokáim születnek, meg nem tudom micsoda, amit az én férfi társam, aki szintén festőművész, az nem így működik, akkor lehet, hogy mégiscsak van ebbe valami? Hogy női képzőművészet, vagy olyan női alkotóknak a művészete az valahogy nehezebben jön össze? És akkor idézhetjük Módok Máriát, aki ugye a Zóbelnek volt a felesége szerelme, és a Zóbel nem engedte, hogy fessen, és ezért a Módok Mária állítólag a kiskonyhában, a gáztűzhelyen festett éjszakánként. Igen. És eldugta, mert a Zóbel nem engedte, tehát a Zóbel rosszul lett, ha megnézte, nem csodálom. Igen. Mert hogy jobbak voltak, mint a Zóbelé. Tehát, hogy van ez? Mert ez manapság a képzőművészetben, vagy a... Igen, a képzőművészetben ez egy nagyon fontos kérdés. Ezzel nagyon sokat foglalkoznak. Igen. Kurátorok, galériák, és valahogy ez összekavarodik a dolog, miközben azt meséled el, hogy amikor megváltozik a nagymama leszel, ápolod a beteg férjedet, te, mint festőművész, visszavonulsz. Igen. Szerintem ez teljesen természetes. Legalábbis az én szemszögemből. De például volt olyan, hogy a Miklós bevittem kórházba, bent volt egy évig, egy hétig. Egy hétig. Ez a szerelem. Az egy hét, az egy évnek. És az alatt, az egy hét alatt csináltam két képet, amire hazajött, és azt mondta... Jó, de én arról próbálok beszélni, hogy érted, beviszem a beteg férjemet, hál' Istennek egy héti kórházban van, és akkor festek két képet. Szóval ez nem egy normális alkotói attitűd. Szerintem... Mondja rajta, hogy Éva. Igen. Jó, köszönöm, Éva. Tehát akkor ezzel azt állítjuk, hogyha következtetünk, hogy az a fajta gondolkodás, vagy az a fajta pozitív diszkrimináció, ami mondjuk előtérbe teszi a női alkotókat a képzőművészetben manapság, akkor az egy teljesen igazságos és normális dolog. Attól függ, hogy milyen szempontból, minőségi szempontból semmiképpen nem kell tehát különbséget tenni. Tehát az elsődleges szempont az, hogy minőségileg melyik milyen. Tök mindegy, hogy férfi vagy nő. Ha jó, akkor teljesen mindegy. Ha nem jó, akkor meg szintén tök mindegy. Tehát, hogy... Én nem erről beszélek. Nem erre próbáltam rákérdezni, nem véletlen kérdeztem azt az elején. Hogy van ez a női szerep a művészetben, meg a család életben? Hát figyelj, erre mondok egy példát, hogy egy csaj, amikor mondjuk szül egy gyereket,
és azt neveli, vagy gondoskodik róla, akkor 24 órában csinálja. Amikor egy pasi, tegyük föl, ő marad otthon a gyerekkel. Miklós, hallgass meg, igen. Na, amikor egy pasi marad otthon, tegyük föl a gyerekkel, és a feleség dolgozik, akkor amikor a anya hazajön, akkor a pasi mindent elenged. Tehát ez a különbség. A csaj, ha fordítva van, akkor ezt nem teszi. Tehát az ugyanúgy 24 órában marad anya, míg az apa az abban a pillanatban, amikor az anya belép a szerepében, a családban, akkor ő elenged mindent. Jó, tehát az anyaságot és a festőművészetet nem lehet összeegyeztetni? De össze lehet. Bár én annak idején, amikor Miklóssal összekerültem, akkor azt mondtam, hogy hát figyelj, gyereket vállalni, ez egy nagy-nagy felelősség, és hogy most akkor a festészet, vagy a gyerek, hogy akkor nem tudnék úgy dolgozni, meg nem tudom. És abban a pillanatban gyerekem lett, ez a kérdés megoldódott. Tehát, hogy... Szóval, hogy azt gondolom, hogy össze lehet egyeztetni, tehát én nekem soha nem volt ezzel problémám. És akkor ez azt jelenti, hogy nem is foglalkoztál ezzel? Nem. Nem. Nem, csináltam a dolgomat, ekkora hassal is festettem, majd utána, amikor megszülettek, akkor kimaradt egy év, mert akkor a gyerekkel foglalkoztam. Aztán utána dolgoztam tovább. Szóval egy percig nem okozott nekem ez lelki problémát, hogy úristen, most akkor festő vagyok, nem, vagy anya. Nem, az sem okozott lelki problémát, hogy úristen, nem festek évek óta? Nem. Nem, és akkor volt az első időkben, hogy nem is tudtam dolgozni, úgyhogy lementünk egy évben egyszer Kecskemétre egy hónapra, a gyerekek ott jöttek, mentek, csúsztak, másztak, és én festettem. Aztán hazajöttünk, és utána nem tudtam dolgozni, mert ott volt a két pici gyerek, és velük kellett foglalkozni. Tehát akkor vagy művész, amikor megengedheted magadnak? Nem, akkor is művész vagyok itt. És akkor itt mit csinálsz? Látok, gondolkozom. Tehát, hogy akkor is volt olyan, hogy megláttam valami motivumot, lefotóztam, hogy majd ezt megcsinálom. De most még nem tudom megcsinálni, mert most még más dolgom van. De szóval soha nem volt bennem semmilyen pánik, hogy úristen, most akkor nem tudok dolgozni. Majd. Most pedig nem festettél? Akkor, mikor a gyerekek voltak? Nem, most. Ja, most? Hát 2,5-3 évig. És nem hiányzott? Nem. Nem. Nem, mert tudtam, hogy majd fogok. Tehát, hogy nem az volt bennem, hogy úristen, vége, nem tudok tovább dolgozni. Jó, és akkor ilyenkor nincs az, hogy úristen, oké, nagyon nem vagyok tőle rosszul, de nincs az, hogy találok vissza, hogy kezdem el. Az egy kicsit nehéz, mit csináljak, most alakokat festettem, visszajöttek a medencék, most mi legyen? Figyelj, ez a belső szabadság, azt csinálsz, ami jön. Tehát ez nem okozott problémát. Az egy kicsit problémát okoz, hogy majd hogy fogok újra nekifogni. Tehát, hogy akkor az ember ott matat a műtermébe tesz, vesz, lepucolja a festőizét, asztalát, meg előveszi a régi dolgokat, és akkor valahogy ugye egy ilyen üzemi hőfokot beindítasz, és akkor beindul. De nem gond. Robi, ez egy mítosz ez az egész. A hunyics olyan különálló állatfajta, aki amikor dolgozik, akkor nagyjából remek műveket csinál. És amikor nem dolgozik... Akkor nem csinál remek műveket. Akkor nem csinál semmit. És simán eltelik két év úgy, ez kurva jó. Van 5 percem, hogy csinálják valamit, akkor remek művet csinálják, egyik meg el vagyok. Jó, szerencsés ember. Akkor téged nem az, hogy nem csinál semmit. Hajjá, jó, indulunk. Ez az. Jó lesz, jó lesz. Az újakat nézve, hát hogy derűsek. Igen. Hát nem? Hát nem hát tudom. Ne haragudj, szóval ahhoz tudom. Képest, ami itt van ezen a falnak a másik oldalán. Igen. Tehát ami az érfölvágásnak a csimboraszója. Igen. Bármennyire próbál laza lenni. És mondjuk megnézve azt a két pici képet, vagy a textilkockás kis kollázsos kis cukimuki kádasat,
Hát azért ne haragudj, elég nagy különbség van az élet. Hát 33 év. Ja, hogy egyre jobb lesz, minél öregebb leszel? Reméljük. Egyre derűsebb leszel? Hát tegyük fel. Figyelj, most a tréfát félretéve, tehát az a nagyon erős, állandóan jelenlévő ezekben is, amik aránylag úgy tűnnek, mint egy harmonikus kép lenne. De az ilyen típusú munkáidban is ez a mélyen ott lévő sötét fájdalom, vagy erő, vagy drámaiság, az ezeken az újakon elég lazul. Ez elég lazán van. Azokon is megvan. De hogy derűvel. Fénye. Öregszem. Öregszem? Ez már én vagy mi? Lazulok. Lazulsz? Nem tudom, de szerintem... Nem érzed így? Azt, hogy... Hogy az újak. Nem érzed így az újak? Nem. Nem, a kis kockás az egy játékos dolog, ezt én belátom, de egyébként az volt az a darab, amivel elindultam most a hosszú idő után, és nem tudtam, mit csináljak, és akkor elővettem egy régi képet, és elkezdtem ezeket a kockákat rá. Nem csinálok egy ilyen textilkollást, hogy ez ilyen poén. És akkor aztán attól ment tovább a többi, születtek a többiek. Ne haragudj, ilyen kéket, mint azon a képen. Az nem legyen. Soha életedben egyetlen egy képeden nem használtam. Jó, de a többi az elég sötét. Nem ezt mondom, de ne. Tehát azt mondom, hogy az a kék. Tehát kéket használtál, igen, ami majdnem fekete volt, érted, vérrel fröccsöntve. Hát ezen tűr hát ez a kék van. Az a kék. Igen, de figyelj, hát ott jött szembe az a kék, hát most mit csináljak? Jó, de ez régen az rozsdavörös lett volna. Vagy fekete. Hát mondom, öregszem. Kinyírt a palettám. Nagyok? Új nagyok? Nincsenek új nagyok. Hát figyelj, iszonyú munka egy ilyen nagy képet megfesteni. Fizikailag hát nem bírom. Fizikailag nem bírom. Az mit jelent? Hát elfárad a karom, nem bírok állni. Hát nem kéne így festegetni, mint itt látszik ezeken, hanem kéne így. És az gyorsabb is lenne, hatékonyabb is lenne. Hát, nem tudom. Érted? Hát ez melós. Melós. Nem, most én el vagyok ezekkel a van kicsikkel. Még egy különbség. Na. Nagyon háklis és voltál arra, hogy a vásznat te vágd le, a vásznat te, hogy hívják ezt, tűzőgépezd oda a vakrámához, nem feszítünk, akarom látni az anyag szélét, hadd foszoljon, hozzátartozik a képhez. Ugye, hú, erre, ne keret, bekereteztetted azt a képet, mondtad nekem egyszer. Igen. És ehhez képest az újak... Be vannak keretezve. Semmi üző szél, semmi lófügy, szépen rendesen be vannak keretezve. Igen. Mi van a radikalizmussal? Hát mert ezek ilyen fölragasztott vásznak, tehát ezt nem lehet... Nekem hány olyan képen van, hogy fölragasztott vászonra, az is oda van izélve. Nem, a fölragasztott vásznak nincsenek oda izélve. Nem, a fölragasztott vásznakat ilyen klipses üveg alá szoktam rakni, hogy látszon annak is a széle. A széle, tényleg, igen. De most kivételesen, mert annyira sérülékeny, olyan könnyen letörik a csücske, meg mit tudom, tehát itt most muszáj volt megcsinálnom, hogy bekereteztettem. Igen. Rich each resztánkja ezeket. Az milyen ágy? Az a kambodzsai börtönben egy vaságy, és a falon van egy kép, amin az egyik megölt halott van. Voltunk ott Kambodzsában, és végignéztük ezeket a rettenetes termeket, ahol ezeket az embereket kivégezték, és ott is így van, hogy üresen ott áll az ágy,
de ott van mementónak fölrakva a falra, akiket ott kivégeztek. Tudom, hogy nem egy vidám téma, én ezt belátom, de engem nagyon megérintett ez, és szükségét éreztem, hogy ezt rögzítsem. Ott is van egy ágy. Azt nem ismertem ezt a kis képedet. Ja, igen. Az mostani, az most nagyon cuki és ilyen vidám. De mi? Az az ágy? Ah, igen, az a dunyha. A sárga dunyha. Az ugyanez az ágy? Nem. Nem. Nem, az egy polgári ágy. Tehát az a fényes? Ah, igen. A derűs? A derűs, igen. Mikor láttad ezeket a képeidet? Hát most régen láttam őket, mert ugye ez gyakorlatilag a teljes anyag, ez az otthoni galériámból való, tehát nem kértem kölcsön sehonnan képet, hanem ami otthon volt, abból válogattam. Reménykedtem, hogy nagy üresség lesz a galérián, de nem, meg sem otszant semmi. Úgyhogy hiába van itt 14 ilyen hatalmas kép, a galéria továbbra is tele van, úgyhogy tudnék még egy ilyen válogatást csinálni. És mit szóltál hozzájuk? Jó volt látni most így. Hát például azt a Kelenhegyi út című képet, ami ott egy, az, amikor a házunk leomlott, akkor lebontották a háznak a csücskét, és akkor ez a látvány volt ott, amit lefotóztam, és aztán abból csináltam. És ezt most nagyon régen láttam így, és nagyon jól esett újra megnézni. Hát minden képnek van valami előzménye. Ez hogy van? Ez ugyanúgy van a festőknél, mint mondjuk a színházi embereknél, hogy mondjuk csinálsz egy előadást 15 évvel ezelőtt, akkor azt nagyon igaznak, nagyon fontosnak, nagyon valóságosnak és nagyon kurva jónak tartod. És aztán, hogyha mondjuk készül belőle egy felvétel, és mondjuk megnézed 10 év múlva, akkor az ember élménye a saját előadásaival kapcsolatban az nagyon megdöbbentő. Pozitív vagy negatív? Nem. Nem? Nem. Tehát, hogy és nem azért, mert az előadás minősége változott volna, hanem annyira másban vagyok, másban vagyunk, máshol vagyunk, igen, hogy az, ami 15 évvel ezelőtt készült egy előadás, az furcsa módon old schoolnak, furcsa módon gyerekesnek, furcsa módon, hát olyan, jaj, de helyesnek tűnik. Uh-huh. Ez így van a képekkel is? Nem, nekem nem. Én ma is azt gondolom, hogy ezek rendben vannak, és szóval nem egyiknél se gondolom azt, hogy hát ez azért nem annyira izé. Nem azt akartam mondani, hogy rossz képek lettek, félreértés ne essék. Nem, értem, csak szóval, hogy nem, nincs vele semmi bajom, de elmúlt. Akkor volt, jó volt, ezt is nagyon szeretem a mai napig, de már nincs vele mit csinálnom, tehát már máshol vagyok, de ettől nem gondolom, hogy gyerekes, rossz, gyenge. Jó, és hol vagy most? Itt. Nem, de egyébként vicces, hogy a képeknél tényleg van ilyen, hogy most például, amiket így ilyen régieket előszedtem, és elkezdtem rajta dolgozni, hogy volt egy pár olyan, ami a kezembe került, és azt gondoltam, hogy annak idején, mikor megcsináltam, hogy úristen, de rémes, meg kudarc, meg csőd, meg nem tudom én mi, és akkor valahogy megjavulnak, és akkor x év után előveszem, és nem is olyan rossz. Szóval, hogy van ilyen, nem tudom, te... Hát belenyúlok, de hogy szóval nem reménytelennek látom. Holott annó, amikor elraktam, akkor azt gondoltam, hogy hát ebből semmi nem lesz. És egyébként az utóbbi években az az igazság, hogy elkezdtem azt csinálni, hogy mert mondtam a gyerekeimnek, hogy nagyon szeretném, ha meghalok, akkor ne maradjon utánam szar vagy félkész munka. És azt mondták, na jó, de hát mama, ezt mi ezt hogy fogjuk eldönteni? Hát mondtam, hogy hát azért ti is látjátok, hogy mi a jó és mi a nem. Nem, hát azt ők nem. Mondtam, jó, akkor én fogom átnézni. És elkezdtem pár évvel ezelőtt előkotorni a régi, és összetéptem egy csomó munkát. Volt, amit azt gondoltam, hogy nem reménytelen, akkor azt tovább csináltam. Tehát, hogy kezdem így föl dolgozni kvázi a műteremben
termelődött az évek során, félbehagyott, félretolt munkákat előszedem, hogy ne maradjon semmi olyan, ami olyan szar. De nem vagy még ennyire öreg. Nem, de, azért, de ott sok cucc van, hát azért ez még évekig fog tartani. Jó, ha már a Vaszka Erzsébetről beszéltünk, ő hány képet hagyott meg? Nagyon keveset. Aztán 80-an? Igen. És a többit megsemmisítette? 70-valahány éves korában, jól mondom? Igen. Igen. Hát látod, ő is azt gondolta, hogy ezt át kell vizsgálni. Tehát, hogy ez oké? Szerintem igen. Szerintem igen, mert rengeteg olyan műteremből előkerült szarok vannak, amik manapság előkerülnek a különböző kiállításokon, vagy akciókon, vagy nem tudom, hogy... Hát ebből fognak élni a gyerekek, érted? Marad nekik. Marad nekik. És a kutatás, az, hogy a folyamatot föl tudjam térképezni 50 év múlva, nem, sajnos nem én, tehát hát hogy föl tudja térképezni valaki a folyamatot, honnan, hova, mi a zsákutca, hogyan fognak kutatni, az úgy nem tudnak kutatni, ha csak jó térképezze föl a maradékból, amit én úgy döntök, hogy meghagyok, abból térképezzék föl. Az ne, ez engem nem érdekel, hogy föltérképezés, hát ez nem az én kafém. Ami megmarad, abból térképezzék fel. Nem téved sohasem a saját képeiddel kapcsolatban? Nem. Hogy mi a jó és mi a rossz? Nem. Nem, elég szigorú vagyok. Szigorú vagy? Én. Miklossal is szigorú vagyok. Azt tudom, hát az rendben van. De nem, de én a sajátommal is szigorú vagyok. És egyébként... Nem. Nem, de figyelj! Hát, hogy leütött. Lehet, hogy esetleg egy vagy kettő van olyan, hogy nem kellett volna megsemmisíteni, vagy mit tudom én, de... De ez nem nagy képűség? Nem. De miért? A festő, de figyelj, annyi a festő is ember, hát hadd lássam már, hogy neki se sikerül valami. Hát még hogy a Vojnicsnak se sikerül valami. Nem, azt ne lássák. Azt én döntöm el, hogy mi marad és mi nem. Azt nem más dönts el. Elég sok van ott fent a galérián. Igen, igen. Még van mit szelektálni belőle. Tehát mondom, még ez több évre szóló program, hogy ezt valahogy... És azokat meg fogod semmisíteni? Hát vagy átfestem, vagy megsemmisítem, igen. Dehogy fogja megsemmisíteni. Tessék? Dehogy fogod megsemmisíteni, soha nem dob ki semmi. Dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem. Átfestés jó lesz általában. Vagy megint erre tett művében. Nem. Nem, tehát figyelj, egy csomót összetéptem. Én egy képet, amire 10 éve kínultam, és már tényleg nem volt rentábilis, vászon, fakereten. Behasogattam egy snitzerrel, rátapostam és széttörtem. Majdnem megölt. Hát mert a vászon ér kár. Én 10 éve miért nem kár, csak az én a szóval. Tudod, súlyok. Most van időd festeni, vagy lesz időd festeni? Hát talán most már igen. Akarsz festeni most? Igen. Igen. De most először a figurákat akarom majd kiállítani. De hát azok már ki voltak annyiszor. Az a fehér ruhások, igen, de van egy másik sorozat, amit csináltam, az ilyen csupa háttaláló ember. Csak 3 éve csináltam, most mindenki. És azt még nem sikerült kiállítanom, mert de talán ősszel lehet, hogy sor kerül rá, és akkor azon is túl vagyok, és akkor utána megint valami más csinálok. Mit? Tudom. Mit tudom én? Majd meglátom. Nem tudom. Medencét, lépcsőt. Hát mit tudom én? Vagy alakot, előről, vagy hátulról. Hát azért ezt így lehet tudni. Nem. Nem, majd akkor elgondolkozom, hogy mit csinálok. Nem, tényleg nem tudom, fogalmam nincs. Majd valamerre elindulok, nem tudom. Nem, nincs bennem semmilyen nagy képűség, hogy mostan én vagyok a nem tudom ki, majd kitalálok valamit. Nem, semmi, fogalmam nincs. Majd meglátom, majd kialakul. Elég lazán veszed ezt az egészet. Hát görcsösen vegyem. A súlya, a jelentése,
a te életedben, a világban betöltött szerepe, az önkifejezés fontossága. És a szabadságom. Ha akarok, csinálom, ha akarom, nem csinálom, ha akarom, ezt csinálom, ha akarom, azt csinálom. Tehát azt gondolom, hogy ezt megengedhetem magamnak, hogy én döntsem el, hogy mit igen és mit nem. Ő foglalkozott olyan nagy karrier? Nem, tényleg nem. Szóval ezt teljesen elengedted? Uh-huh. Igen, nem. Én azzal meg vagyok elégedve, aki vagyok, azzal a pozícióval, ahol vagyok, hogy tudom, hogy egy csomóan ismernek, tudják, hogy mit csinálok, szeretik, amit csinálok, és ez nekem bőven elég. Tényleg bőven elég. Vágyak. Szerintem megvan. Figyelj, 70 éves vagyok idén. Nem mondod. Igen. Úristen. Tényleg? Hát most még mi a fenét akarok? Egy napon van a szüli napom. Innentől már visszafele számol az ember. Kész az életmű? Szerintem igen, nagyjából. Még lehet, hogy fogok csinálni ezt, azt, amaz, de lényegében megvan a cucc. Nem, most komolyan, nem nagy képűségből mondom, de tényleg azt gondolom, hogy ez így jó, így rendben van. Aztán még ha csinálok még egy-két kicsit. Kis kockácskák textilből. Nem tudom, de én teljesen elégedett vagyok a helyzetemmel és magammal. És akkor az nem működik még benned, vagy már nem tudom, hogy lehet egyet kérdezni, hogy nem működik már benned a keresés, a művészi motor, energia, kíváncsiság? De kíváncsiság azért van, persze, hogy van. De egyébként legalább akkor a szomorúság is van bennem, tehát amit így látok az interneten, meg itt, meg ott, hogy merre felé megy a képzőművészet, hát iszonyú elkeserítő. Mert merre felé megy? Hát ilyen, most például láttam a múltkorában, nem tudom a nevét, elfelejtettem a csávónak, ilyen egészen gyógyó-dedó felé megy el. Bozó Szabolcsa, gondolsz? Az. Na, jó van. Hát, bocsánatot kérek, hát mi az? Hát hova megyünk, merre megyünk? És ez a frankó... Bocsánat. Bozó Szabolcs megvan? Nincs meg. Nem, szörnyű. Bozó Szabolcs egy pécsi fiatalember, valóban eléggé ovissan fogalmaz, igen, és rajzol. Tehát, hogy egészen konkrétan fogalmazok, kék kis delfin lábacskákkal, de a legegyszerűbb, nézzék az interneten, a legsikeresebb és a legdrágábban eladott magyar festő. A Sotheby's-től kezdve a Christie's-en keresztül mindenütt. Na most ez elkeserít. Várjál már, hadd fejezzem be. Igen. Az nem lehet egy érvényes megközelítése a világnak, hogy az a rengeteg sok borzalom, amiről beszélünk, amiben benne élünk, amivel nem tudunk mit kezdeni, ami tényleg nyomaszt bennünket, mikro és makro szempontból is. Majd az űzike megvigasztal. Annak nem lehet egy olyan megközelítése egy 20 éves fiatalember részéről, hogy azt mondja, hogy annyira reménytelen a cucc, és annyira nem lehet komolyan venni azt, hogy mi emberek hogyan működtetjük és változtatjuk a világon, hogy erre az egyetlen, nem egyetlen, egy érvényes válasz lehet a totál primitivizmus. Hát számomra nem. Miért nem? Mert nem tudom komolyan venni. És szerintem ő is... Hát mint ahogy ő azt jelzi, hogy ő nem veszi komolyan a világot. Hát ez az. És a világ de ez egy alkotói attitűd. De várja, és a világ ezt rohadt komolyan veszi. Hát ez a döbbenetes benne. Hát az, hogy kiállítják és viszik mindenhova, mint egy ilyen nem tudom én mit, és vagyonokért veszik meg. Hát mert lehet, mert a világ úgy veszi komolyan,
hogy mondjuk azt mondja, hogy ez is egy nagyon érvényes megközelítés, és lehet, hogy ez az érvényes megközelítés, vagy a túlélésnek, vagy egy fiatalember elindulásának, vagy egy fiatalember életben maradásának egy nagyon hiteles gondolkodás módja. Na, ekkor mondom én azt, hogy én már öreg vagyok ehhez. Tehát, hogy én már, köszönöm szépen, én kifele megyek ebből az életből, ő meg most kezdi, hát hogyha ez lesz a jövő, ám legyen, de nekem már nem, az fix. Én ezt nem tudom. Nincs benned elég kíváncsiság, nyitottság arra, hogy valóban vicces, hatalmas festményei előtt ezt tök komolyan vett, hogy ő miért így fogalmaz? Nem tudom komolyan menni. Nem tudom komolyan menni. És egyébként én utána néztem a csávónak. Hát azért ő is ilyen, hogy mondjam, ilyen teljesen amatőr, és elkezdte ezeket csinálni, és valahol bejött. Mondja, ja, ha ez megy, hát akkor gyerünk, csináljuk. Szóval egy ilyen rájátszik erre a dologra. Persze, hát hülye lenne. Hát, na de azért 406, nem tudom. Azt hiszem 485 millió forintért árult szabály. Akkor se tudom komolyan venni, mert nem arról van szó, hogy ő benne kialakult egy világlátás, és ő azt így gondolja, a túrót sehol nem indult. Gondolja. Mi a különbség a Szász Endre és a Bozó Szabolcs között? Fú. Szász Endre például tud rajzolni. Oké, de lehet, hogy a Bozó Szabolcs arra jött rá, hogy ezzel nagyon sok pénzt lehet keresni. Hülye lenne nem sok pénzt keresni, már bocsánatot kérek. Okay. De a Szász Endre is egy időben már csak ezt csinálta. Tehát mi a különbség a két alkotói attitűd bocsánatot között? Bocsánatot kérek, én a Szász Endrét sem fogadom el. Nem szeretem, nem fogadom el. De ez lehet egy válasz. Tehát ez miért nem lehet egy érvényes hozzáállás? Hát akinek ez érvényes... Ez a szabadság, ki mondta ezt, ez az igaz. Ez is egy igen, szabadság. Abszolút, persze, legyen. Az is egy szabadság, hogy ő ilyen kis malackákat fest 6 méteresbe, és akkor én ezt, azt hiszem most olyan 30-40 ezer vagy 50 ezer font egy képe, és akkor én ezt megveszem 50 ezer fontért. Hát szabad hülyének tenni, persze. Szabadnak lenni. Szabad ennyi pénzt adni. De én azt, arra félrejtésnyelenség nem vagyok Bozó Szabolcs rajongó. Már kezdtem azt hinni. Igen, láttam a szemeden. Azért mondom. De én azt nem értem, hogy mi ez a nagy... Tehát lehet azt mondani, hogy oké, ez ilyen. De van egy ilyen fura indulat ezzel szemben. Nincs bennem indulat. Piaccal szemben? Igen. Igen. Én mondjuk én a Damien Hirstöt se szeretem, meg mondhatnám, igen. Tehát mondhatnám sorba ezeket, akik most itt az elmúlt 10-20 évben föl lettek kapva, és valami egészen torz irányba. Zárójelben megjegyzem, egyik sem olyan szempontból klasszikus festészet, mint amit te képviselsz. Nem. De... Jó, akkor mondj egy olyat, akit nagyon kedvelsz, és nem a klasszikus festészetet művel. Aki mostani? Van egy, az a baj, hogy már nevek. Hát 70 felé, igen. Igen, van egy fiatal, 30 körüli csávó, gyönyörű csendéleteket csinál, kicsit morand is, én belátom. Nem, de Éva, te szerintem tudod, hogy... Igen. Az például gyönyörű dolgok. De fest. Fest. Még egyszer meg is vettem a kérdésemet. Mondj olyat, aki nem a klasszikus értelemben festőként működik. Meg se hallotta. Meg se hallotta. Na jó, de már az klasszikus, mostani. Az már mostanit. Ma nem tudok olyat. Nem lehet, hogy konzervatív lettél? De. Ortodox konzervatív. Ortodox? Te tanítasz? Nem. Tanítottál? Nem. Néha voltak ilyen saját tanítványaiban, műterembe, de úgy egyébként nem. Nem szeretek tanítani. Nem. Mert? Nem tudom, hogy én nekem kelljen fölkelteni az érdeklődését annak a gyereknek, vagy ifjúnak.
ahhoz nekem nincs energiám. De ha olyan ember keveredett hozzám, aki ezzel akar foglalkozni, tehát kellő megszállottság van bennem, az benne, azt nagyon szívesen. De ha mondjuk így hívnának egy ilyen klasszikus festőosztály vezetésére? Nem. Miért nem? Nem, én nem. Nem tudom, én nem szeretek. Én nem vagyok egy ilyen pedagógus alkat, mint a Miklós. Amikor volt színház és filmvészeti főiskola még annó, amikor én oda jártam a Vas utcába, akkor nekünk tartott egy Hamlet kurzust a Gábor Miklós. És az a következő módon zajlott. Délután 3 órakor kezdődött a mesterségóra, Miklós megjött, mi nagyon meg voltunk hatódva, ez másodikban volt. 3-tól 4:30-ig, 3:45-ig iszonyú elánnal, iszonyú energiával, szenvedéllyel beszélt arról, hogy ő bizonyos konkrét Hamlet jelenetet hogyan játszott, illetve hogy ez a jelenet az évek alatt, mert nem tudom, 2 milliószor játszotta, hogyan változott. És akkor tartottunk egy szünetet, ez volt 3:45-kor, és a szünet után volt az, hogy mi megmutattuk neki a Hamlet jeleneteinket. Tehát a szünet után olyan 3:45-5 körül ért, visszajöttünk a terembe, és akkor elkezdtük mutatni a jeleneteinket, és ő max 17:30-kor azt mondta, hogy hát neki azért már menni kell. Egyáltalán nem érdekelte az, hogy mi hogyan és miként bénázunk, vagy csinálunk bármit a Hamlettel. Ez szép. Te ugyanígy vagy? Nem. Hát dehogy nem, az előbb mondtál. Én be sem megyek. Nem, én nem alkalmatlan vagyok erre, és ezt én belátom. Jó, vágysz egy ilyen nagy életmű kiállításra valahol? Nem. Igen. De hát egyébként volt pár éve Győrbe, amikor ugye tőled is visszakértük a képet. Miért kellett ezt tetted be? Igen. És akkor mondtam azt, hogy rettenetes rosszul keretezted. Igen, mondom, hát azt emlékszem, igen. Igen. Az a baj, igaza volt. Igen. Képzeljék el. Mondom, igaza volt, nem kell elmondani részletei, vagy miért. Menjünk tovább, jó? Jó. Ez bennem marad, jó? Hát rendben van. Mondom, igaza volt. Ezzel jó. Kezdtem. Tehát nem jó. Kell még le is szarni a másikat. Igen. Szóval akkor volt egy ilyen elég nagy kiállítás, az egyébként rendben volt, de hát majd, ha meghaltam, majd biztos lesz, vagy nem lesz, nem tudom. Az már engem nem érdekel. Jó, van, szerintem azért fessél még. Jó. Nagyobbakat is lehet, amit találsz vásznak. Adódik. Van ott, vannak így összetekerve, ott vannak van azokra, egyébként. Igen, tudom. Igen, azokat még föl kell feszíteni, megnézni, hogy jó-e, vagy nem jó. Igen, még majd igyekszem. Jó. Köszönjük szépen. Hány óra, meg kíváncsi vagyok?